Kigyulladt és nagy lángokkal égett egy raktárépület vasárnap este Marosvásárhelyen. A tűz mérete miatt a helyi tűzoltóknak más megyei kollégák is segítettek. Összesen 70 katonai tűzoltó és 18 jármű dolgozott a lángok eloltásán. A raktárakban erősen robbanásveszélyes anyagok is voltak. Tűz ütött ki vasárnap délután Marosvásárhelyen egy raktárépületben a Maros utcában. A helyi készenléti erők 7 tűzoltóautóval, egy létrás kocsival, egy műszaki mentésre alkalmas járművel és 2 rohammentős egységgel szálltak ki a helyszínre. Munkájukat önkéntes tűzoltók segítették, és érkezett egy-egy egység a Kolozs, a Szeben, a Besztercenaszód és a Hargita megyei katasztrófa védelemtől is. Itt állunk azelőtt a raktárépület előtt, amely tegnap gyulladt ki Marosvásárhelyen. A Maros utcai raktárban vasárnap 13 óra körül csaptak fel a lángok. Az épületben elektronikai eszközöket, autókat és műtrágyát is tároltak, ezért egy esetleges robbanás veszély is fenyegette a lakosságot, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy milyen mértékű kárt okozott volna egy esetleges robbanás. Jelenleg azonban láthatjuk, hogy az épület majdhogy nem teljesen leégett. A helyszínen Kölin Andrea, a Maros megyei katasztrófa védelmi felügyelőség vezetője nyilatkozott híradónknak. Elmondta, megközelítőleg 1500 négyzetméter felületen pusztítottak a lángok a Maros utcai raktárépületnél. A beavatkozás nehezítette a raktárban lévő rengeteg különféle anyag, amelyek közül a legproblémásabb az MPK műtrágya volt. Körülbelül 30 tonnányi volt belőle az épületben. Az MPK összetétele nitrogént tartalmaz. Köztudott, hogy magasabb hőmérséklet és mondjuk gázolaj, benzin jelenlétében akár robbanáshoz is vezethet. A lakosságnak a RoAlert rendszeren keresztül küldtek figyelmeztető üzenetet. Szerencsére személyi sérülés nem történt, és a műtrágya sem robbant be. Hogy ez mennyire veszélyes, azt a 2 éve történt beiruti kikötői tragédia is igazolja. Akkor a műtrágyával tele raktár robbanása több utcát is letarolt a környéken. 218-an meghaltak, 7000-re volt tehető a sebesültek száma, és 300 000 embernek semmisült meg az otthona. A tűzokát még vizsgálják, az anyagi kár jelentős.